kicsiként rettenetesen kövér voltam, valljuk be, és azért elküldtek babaúszásra, és onnantól kezdve végig az egész összes lépcsőfokot végigjártam. Konkrétan babaúszásról, oktatásról, nem is emlékszem, mikor mentem először edzésre, tehát hogy edzőhöz rendesen. Mióta az eszemet tudom, én úszom. Az elején nem feltétlenül mindig szerettem, volt, hogy nyűg volt, de igazából nélkül sem tudtam élni, úgyhogy ez így folyamatosan jött. Aztán, amikor elértem az ilyen ifi szintet, akkor már saját döntésként is az volt a fejem, hogy jó, én úszó akarok lenni. Sokáig egy ilyen 3-4 éven keresztül teniszezni is jártam, pont ezért, hogy valami más is kipróbáljunk, és egész jól is ment, de annak nem lett jövője sajnos. Meg hát azért választani kellett, mert ott már napi 2 úszóedzés, meg mellé még egy tenisz. Tehát iskolából rögtön rohantunk át teniszezni, onnan rohantunk át úszni, az lehet sok volt már. Az utolsó ifi OB-mon egy ilyen sérülésből tudtam úszni, és ott volt az, hogy 100 méter mellett 99 métert vezettem, és 1 méteren lenyúltak a végén, mert nagyon elfáradtam, mert ugye nem volt meg az az edzés, amit kellett volna csináljak, és ott eldöntöttem, hogy ezt nem akarom még egyszer átélni, és szeretnék rendesen foglalkozni ezzel. Ezután jött az első felnőtt bajnokságom, amikor is érettségi volt az évben, épp ezért az kicsit visszaszorult az úszás, rámentünk itt az érettségire, aztán az utána lévő évben volt az, hogy először sikerült a magyarok között legjobban célba érni 100 mellen, és a 400-as vegyes váltóba, férfi vegyes váltóba sikerült egy aranyat összehoznunk, és ott az elég nagy löketet adott nekem testileg, lelkileg. Lát engem a járdán járni, tehát így állni a szárazföldön, azt tudja, hogy össze-vissza állnak a lábaim. Igazából, tehát hogy nem megy a többi egyszerűen. Tehát hogy a mellúszás megy egész jól, a többi az olyan szinten nem, hogy ez borzalmas. Úgyhogy a mellúszás az olyan, hogy vagy mell, vagy a többi, de nekem a mell, és ez már a vegyes váltóba. Ott szeretnénk csapatszinten egy döntőt összehozni, nagyon jó lenne. Az tényleg egy olyan eredmény, amire én is már nagyon-nagyon büszke lennék. Akkor is tényleg mindennék a váltó legerősebb tagja. De annak nagyon örülnék.